Az ember nem tudta, hogy tényleg jön ez a háború, mit csináljon, nem szedett össze cukrokat, mint ugye volt a, hogy mi, mindent oda kellett adni, egy kis cukorért, vagy lisztért, vagy mi. Hát az borzasztó volt. Borzasztó, de három gyerek már akkor megvolt, és szegények, hát ugye csak egy pici cukrot, édesanyja, csak egy cseppet. Hát honnan adtam volna, ekkor elsírtunk, mint a régye. Meg liszt, meg szóval zörnyű volt. Mert akkor aztán az anyósomékkal laktunk, akkor már itt Nyíregyházán, és úgyhogy akkor az ő ugye volt kukorica, meg minden, akkor darálták ezt a tengerinek, hívták mi nálunk, és akkor abból mindig sütött, ez sütött, meg ez sütött. De hát szóval az nagyon-nagyon, és ugye az, hogy nem tudni, hogy hol van a férjem. Azt mondták, hogy elvitték őket, ő neki, meg azt mondták, hogy Nyíregyházát már teljesen porrá ölték.